Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Székesfehérváron a Hősök terén. Az emlékezés virágait a Magyar Hősök Emléknapja apropóján helyezték el a város képviselői a fekvő katona sírjánál. Minden hősre emlékezünk, székesfehérváriakra és nem székesfehérváriakra egyaránt, akik életüket áldozták, a legdrágábbat áldozták a hazáért. Varga Tamás továbbá úgy fogalmazott, hogy az ilyen és ehhez hasonló megemlékezések a fiatalabb generációk számára is példaként szolgálhatnak. Azt hiszem a példa a legfontosabb, amit ők elénk állítottak, hogy ha baj van, akkor menni kell, de a hétköznapokban is, a mindennapokban is. Ha nem is mindig hősként kell viselkednünk, de helyt kell állnunk, és dolgoznunk kell ezért a városért, ez a mi városunk, és ezért az országért, a mi hazánkért. A Magyar Hősök Emléknapját minden év májusának utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik életüket áldozták Magyarországért.